Sziasztok! Bejöhetünk? Gyertek be nyugodtan! Sziasztok! Szia, Andi! Sziasztok! Na, nagyon szép! Szép? Csak az ember ne lenne itt. Szépnek szép, csak az ember ne lenne itt. Milyen kényelmes? Mondhatjuk, igen. Tévét már akartuk szerelni a Call of Duty miatt, mert az Andivel nagy Call of Duty sok vagyunk. De egyelőre még fönnmaradt. Melyik is? Melyik játék? Call of Duty? Igen. Ti amúgy múltkor is szobatársak voltatok, vagy így? Sajnos igen. Hát igen. Igazából egyre nehezebben bírom amúgy. Igen, igen. De sajnos rá voltam szorulva most. Ugye még amikor a Jova itt volt, addig mindig vele voltam. Ugye a Levent elment, jött az Endre, úgyhogy én hűséges típus vagyok, úgyhogy megtartottam az Endre. Bármennyire furcsa dolgokat is csinál. Na, milyen furcsa dolgokat csinál? Hát múltkor Portugáliába kimentem hajnap a WC-re, jövök vissza, és ott tényleg barna függöny volt. És föl kellett, hogy hát hogy mennyi idegesíti ez a barna folyadék a függönyön. Mondom, mi van Endre? Hát, hogy őt idegesíti a barna folyadék. De mondom, Endre nem folyik ott semmi, mondom, pihenj nyugodtan. Úgyhogy, hát igen, volt egy ilyen történet Portugáliába. Emlékszel erre, Andy? Az a baj, hogy én közben felszoktam ébredni, szoktam ilyet csinálni egyébként. Hogy a sót keresem az ablakba, vagy hasonlók. De közben felébredtem, és reggel amúgy tudtam, hogy valamit keresem, de nem tudtam, hogy mit. Valami idegesített nagyon. Valami nagyon idegesített, de azt nem tudtam, hogy mi. Mi az, amit a legjobban, és mi az, amit a legkevésbé tolerálsz a szobatársadban? Hát igazából tényleg szerintem egymáshoz szoktunk, úgyhogy nem is tudok olyat mondani, ami idegesítene rajta. Nagyon jó alkalmazkodik az Endre, szerintem én is hozzá, úgyhogy jó házastársnak is elmennénk. Nincsen semmi probléma az Endrével. Igen, ez a maximum. Szerintem sincs semmi probléma. Semmi. Tartjuk a rendet, szeretünk játszani. Tényleg szerintem időben le is fekszünk mind a ketten. Ennyi.